És most itt ülnek a fiatalok, hogy így mondjam, részben az én barátaim, részben nem az én barátaim. És azt szeretném, hogyha beszélnénk arról, amin azt hiszem, egyszerűen, amin én legalábbis nem tudom magamat túltenni, hogy mi lett a Fidesszel. Rettenesen megérzett, amikor kiderült, hogy az a párt, amelyik pár évvel ezelőtt még kikérte magának azt, hogy bármiféle állami vagyont el lehessen herdálni, ebből a történetbe beszállt. És én nem tettemre hívom itt az Orbán Viktort, mert egyrészt ez nincsen jogom, nincsen módom és nincsen értelme. De azt gondolom, hogy ez egy kommunikációs fórum. És hogy tegyük azzá, én szeretném kérni, hogy tegyük azzá. És hogy beszéljünk végre arról az egyszerű kérdésről, hogy nem ellenségesen, és tényleg nem nyeglén, én legalábbis remélem, hogy nem vagyok nyeglen. Hogy mit kezdünk egy olyan liberális párttal, amelyiknek a pragmatizmusa lehetővé tesz olyan dolgokat, amelyek az én, ugyan azt gondolom, hogy a kanti etikának nem sok köze van a politikai filozófiához, de hát mondjuk legalábbis egy kanti etikánál lazább etikát sem nagyon tesz lehetővé az én számomra, hát nevezetesen nem nagyon szokott az ember. Tudom, vannak ilyen egyszerű kérdések. Miért van a Fidesz egyik, nem tudom, gazdasági főigazgatója azonos KFT-ben, az MDF gazdasági főigazgatója, nem tudom pontosan a definíciókban. Miért vesz a Fidesz székházakat, amelyeket másnap elad, amelyet tudom, hogy jár neki, de aztán kidől. Nem. Szóval egyáltalán, hogy nem lehetne arról beszélni, hogy egyszerűen erkölcsileg egy kicsit tisztább helyzetet teremtsünk. Gondolom, hogy akkor most Orbán Viktornak kellene kérni. Ja, nem gondolom, de kimegyek. Csak azért nem gondolom, hogy ki kéne jönni, mert nem ezért hívtak ide, azt hittem. De hát, ha csel van, hát legyen csel. Akkor, ha az ember belül van, akkor... Semmilyen csel, nincs, senkivel nem beszéltem meg, amit csináltam. Önkéntes partizán voltam hozzá. Ezt most felejtsük el, ezt vagy elhiszi az ember, vagy nem. Nos, nekem lett volna ilyen komoly mondani való is, de azokat most nem mondom el, majd talán délután vagy máskor. Módszertani kérdésekről akarok csak beszélni. Sok baj van ma a magyar politikában, az egyik az, amikor azt gondoljuk, hogy úgy tudjuk egymást diszkreditálni, hogy mondunk egy véleményt, amiről azt állítjuk, hogy ez egy erkölcsi alapon megfogalmazott vélemény, ez a miénk. Utána azt mondjuk, hogy a valóságban történt valami, ami ezzel nem egyezik. Aztán nem mondjuk meg, hogy mi az a valami, ami megtörtént. Úgyhogy nekem nincs miért védekeznem, és nincs mi ellen védekeznem. Olyan vélemények ellen, hogy Macó Ágnesi magasságokban emelkedő szónokok esetében szintiszta gengszterizmus, meg ehhez hasonló, ezekkel nincs mit kezdenem. Tessék megmondani, hogy mi a baj, konkrétan, egyenként. Mi a probléma? Hol történt bármilyen, egyébként nem csak ránk vonatkozik ez, bármilyen pártügyeiben olyan lépés, ahol azt lehet mondani, hogy uraim, ez és ez, itt és itt nem kóser. Ezt tessék megmondani. Aztán egy olyan társaságban pedig másoknak is föl van téve a kérdés, egyébként nem csak nekünk. Hogy székház eladás az például morális kérdés vagy nem. Nincs Magyarországon olyan párt, amikor megkapta a székházát, székházait, ne kért volna be üzleti ajánlatokat. Azt is meg tudom mondani, csak ez nem tartozik ide, kitől, hogyan és milyen konstrukcióban. Nem szeretem, hogyha bennünket kiemelnek ebből a körből, és mondjuk egy ilyen, mondjuk úgy, hogy tisztes társaságban gyaláznak. Egyenként meg tudom mondani minden pártról. Ha tönkre akarjuk tenni a magyar pártrendszert, azt is meg tudjuk tenni, hogy én föl tudom sorolni, hogy más pártok vezető emberei, hol, milyen más párt emberekkel ülnek egy fölgyelő bizottságban, vagy közösen tulajdonosok. Miért is kell ezt most megtennünk? Miért csak azt fúrja valakinek a szemét, hogyha valaki, mondjuk aki a Fidesz érdekkörébe tartozik, egy MDF-es előigazgató tanácson, miért nem szúrja senkinek a szemét, és nem is írja meg, hogy mondjuk van olyan fölgyelőbizottság is Magyarországon, ahol MSZP és Fideszes, meg SZDSZ-es delegáltak ülnek együtt. Meg olyan is van, ahol SZDSZ-esek, meg MSZP-sek ülnek együtt. Hogy van az, hogy senkinek nem szúrja a szemét? Hideg polgárháború van, értelmiségi csoportok, sok esetben üzleti érdekcsoportok és politikusi csoportok is úgy fogják fel a politikát, hogy az ellenfél az ő likviditásukra, vagy likvidálásukra törekszik. Mindannyian ezt gondolják. Nagyon sokan, szinte minden politikai pártban vannak olyan csoportok, amelyek ezt gondolják a másikról. Nem az a kérdés egyébként innen nézve, hogy kik ülünk most itt, és kik nem ülnek itt, hanem az a fontos, hogy mit gondolunk azokról, akik nincsenek itt. Hát kérem tisztelt, hogy nagyon sokan, azt hiszem beszélgetésekből nyugodtan mondhatom, azt gondolják itt, hogy azért nincsenek itt bizonyos emberek, mert más emberek az itt ülőknek a politikai likvidálására törekszenek. És egész addig, amíg Magyarországon ez a hangulat lesz általános, és az ilyenfajta ügyek egyébként, amik morális politika összekeveréséből, konkrétumok nélkül egymásra vetítéséből építkeznek, az pontosan arra alkalmas, hogy a hidegháborús, vagy ha úgy tetszik, a hideg polgárháborús hangulatot szítsuk. Hát, én ugye nem tudom pontosan, miről kell ma délután beszélgetni, de ha valamiről kell beszélgetni szerintem,
akkor az, hogy hogyan lehet a politikát ma művelő elitek között olyan hangulatot kialakítani a kapcsolatrendszert, hogy 94 után az éppen vereséget szenvedő politikerő se úgy gondolja, hogy a következő 4 esztendő az ő likvidálására tett kísérletnek a története, beleértve magát a politik elitet, a mögötte álló üzleti klientúrát, vagy fordítva ez egy vitakérdés, beleértve a mögötte álló média klientúrát, beleértve a mögött álló értelmiségi klientúrát, mondom még egyszer, én nem feltétlenül ragaszkodom ez a viszonyhoz, lehet, hogy a politikusok a klientúrája ezeknek az érdekcsoportoknak, ezt most ne bogozgassuk. A lényeg az, hogy ezek a vertikumok, azok ne úgy érezzék, amit én minden nap érzek egyébként, hogy a történet vérre megy. És a 90-es választás pedig arról szól, hogy akkor tudunk-e visszavágni, tudunk-e hasonlóan kiszorítási törekvéseket megfogalmazni, el tudjuk-e törölni, ki tudjuk-e szorítani a létező intézményekből azokat, akik egyébként megítélésünk szerint sok esetben méltánytalanul kerültek ezekbe a pozíciókba. Tehát ha szerintem valamiről beszélnünk kell, beszéltünk magunkról, és én nem vagyok az ellen, hogy pártpolitikai fórumon alakuljunk át, és akkor az itt jelenlévő két liberális pártisztelt képviselő fölrólják egymásnak, amiről azt gondolják, hogy föl kell róni. Nem vagyok ellen az ilyen önboncolgatásnak. Esetleg a szocialistákat is beveszünk, ha vannak itt, ez kérdéses, hogy vannak-e, illetve hogy ki az. De én azt javaslom, hogy ha ezen sikerül túllendülni, ezen a forgatókönyvben, akkor esetleg inkább arról kellene beszélni, hogy milyen lehetőségei vannak ma a magyar értelmiségnek, beleértve a politikusokat is, hogy 94 után ne hideg polgárháborús hangulatba kezdjen hozzá a következő kormányon működéséhez. Én ezt tartom a legfontosabb kérdésnek.